Hazatért az Alföld és a lovak festője. Újra temették Szokolyán Viski Jánost. Tapasztalatcsere. Kínai delegáció látogatott Vácra. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Péntek délután újra temették Viski János festőművészt és feleségét. A szokolyai református temetőben zajló eseményen a település iskolásai és az egybegyűltek jelenlétében a polgármester, a Tragor Múzeum néprajzosa és az újratemetési bizottság elnöke méltatta a művész életútját. Viski János az Alföld és a lovak festőjeként ismert, 1891. szeptember 1-én született Szokolyán, 1985-ben Budapesten temették el. Mindannyian tudjuk, hogy Viski János bátyánk, bocsánat, hogy így mondom, Szokolya szülöttje, 1891-ben itt született Szokolyán, majd úgy hozta a sors, de majd erről később Anita többet fog mondani, elkerült ifjú korában Szokolyáról, de a szíve mindig szokolyai volt, és mi emiatt őt szokolyainak tekintjük. E szavakkal kezdődött Viski János újratemetése a Dunakanyari Szokolya református temetőjében, ahol az eső miatt a ravatalozóban kellett megtartani a rendezvényt. Viski Jánost 1985-ben eredetileg Budapesten temették el, most a sírhely használat idejének lejárta miatt döntött úgy a falu testülete, hogy hazahozzák szülőfalujába a festő és felesége Dudus Ambai. Gyurcsik Mihály polgármester elsősorban Mihaller István nének és férjének köszönte meg a segítségét, akik éveken keresztül gondozták a Viski család sírját. A művészt az Alföld és az állatok leginkább a lovak festőjeként tartja számon a művészettörténet. Életútját Csukovics Anita, a Váci Tragor Ignác Múzeum néprajzosa mutatta be. A festészete középpontjában a lovak álltak, vaktattak, ügettek, vágtattak, száguldottak, egyedül párusával, csikóssal, ménesben, szekérbe, kocsiba, vagy mint egy ismert budapesti képén konflisba fogva. Erő, lendület, ugyanakkor szépség és intelligencia, biztos szakmai tudással és könnyedséggel ábrázolva. Az eseményen a szokolyai dalárda tagjai működtek közre, majd a váci festő, Garai Nagy Norbert, Viski tábrázoló portréját leplezték le a település diákjai. Közben elállt az eső, így az egybegyűltek kivonultak Viski és felesége sírjához, ahol a helyi újratemetési bizottság elnöke méltatta a festőművész életpályáját. Marton Zsolt képviselő Viski János példáján keresztül rámutatott, hogy a tehetség nem település vagy térségfüggő, és csak munkával és szorgalommal lehet biztosan eredményeket elérni az életben. Celeb gyárak ontják a sztárokat, akiknek a nevére sokszor fél év után már nem is emlékszünk. Hát mi nem ilyet állítunk, és nem ilyennek állítunk emléket. Mert hiszünk abban, hogy az eredmények beéréséhez időre van szükség, hiszen a magvető is elveti a magot és vár, és ez a várakozás nem terméketlen várakozás, hanem éppen, hogy hozzájárul ahhoz, hogy beérhessen a termés. Ma várakozunk arra, hogy majd az ifjak egyszer be fognak érni. De ehhez lehet, hogy éveken keresztül kell dolgozni egy műhelyben ismeretlenül, vagy éppen elismeretlenül, de alapozás vagy befektetés és kitartó szorgalom nélkül egyetlen egy szakmában, hivatásban sem érhetünk el sikereket. A református egyház örökös használatba a falunak adományozta a sírhelyet, a testület pedig a diákokra bízta a gondozását. Az újratemetés koszorúzása zárult, majd az egybegyűltek a Viski emlékházban folytatták a megemlékezést.